Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Először megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Hát itt bizony vannak nála nehézségek, kihívások, félreértések, viták, veszekedések, mások támadják őt. Ez bizony nem könnyű helyzet számára, és foglalkoztatja az ő gondolataiban, ezek a témák foglalkoztatják őt. De lesz egy kiút, lesz egy megoldás, hiszen itt látható a bátorsága, kilép ebből a helyzetből, lezárja ezeket a kapcsolatokat, kimutatja a bátorságát, lesz egy új irány, lesznek fontos döntések nála, és változások. Az is lehet, hogy ez az út ahhoz vezet, hogy találkozni akar veled, közeledik hozzád. És hogyan érzi magát? Itt a halál kártyája az lehet ugyan egy örökösödési ügy is, ahol itt a viták láthatóak az örökség miatt, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy lezár valamit. Lezárja ezt a helyzetet, lezárja ezeket a kapcsolatokat, és miután ez sikerül és kilépett ebből a helyzetből, akkor megtalálja az ő lelki békéjét, ezt a harmóniát, ezt a belső egyensúlyt. Mit fog tenni? Itt tervez veled egy új kezdetet. A 10-es szám azt jelenti, hogy itt lesz egy új életszakasz, egy új periódus. Kezdetben vannak még nehézségek, hiszen sok mindent kell cipelni vagy elviselni, de az is fontos, hogy milyen a hozzáállása, vagy mi a te hozzáállásod. Itt a vesztességre gondoltok, vagy a fájdalmakra, vagy felfedezitek a háttérben ezt a szent képet, és megvan a hit, megvan a bizalom, hogy minden jóra fordul, van egy szép elképzelés. És pontosan ez lenne itt a megoldás. Akkor is, ha ő, vagy mindketten egy nehéz helyzetben vagytok, és vannak támadások, vannak fájdalmas emlékek, fontos a belső nyugalom, lezárni ezeket a dolgokat, kapcsolatokat. Az a fontos, hogy legyen egy új irány, de ne ezekkel a nehézségekkel, hanem legyen egy szép elképzelés mindkettőtök részéről, és akkor jól alakulnak a dolgok. Mi fűz össze benneteket? Itt ezen dolgoztok, hogy minden jóra forduljon. Itt az érmék jelentik a föld elemét, és az utal reális dolgokra. Itt mindez kiépíthető, ahogy elképzelitek. De azért óvatosnak kell lenni, mert van valaki a háttérben, aki úgy figyelget benneteket, kíváncsi, tudni akarja, hogy mi hogyan alakul. Itt a képen ugyan két férfi látható, de mint mindig a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, az is lehet, hogy egy nő van a háttérben, aki úgy figyelget benneteket. És előfordulhat az is, hogy valaki akadályozni akarja azt, hogy megvalósuljanak a dolgok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.